Sziasztok, itt is vagyok egy újabb résszel, és hát elég szép kis konvoj ment ott el. Tudom, nem konvojnak hívják, de én most annak hívom. És hát én azért most így megnézem, hogy hányan vannak, és hogy mit akarnak, de elég cseles dolog lenne ott az. Esetleg, hogyha fosztogatni mennek, akkor van esélyem, másképp nem nagyon. Emir, ne csináld. Ajaj. 146, meg 85, meg 110, az akár is számolom, de 300-on felül van. És jaj, az már nagyon túl van 300-on. Jaj. Húszunk, gyerekek. Össze kell hívnom nekem itt most a tanácsot. Jaj, remélem nem jönnek erre. Ux hal fele. Akkor az nagy szívás lesz. Védőm sincs. Mi van itt? Mi folyik itt? Gyöngyösen. Na. Szegény Katrint most úgy el kellett hagyjam, de most van ez így, most meghal. Akkor most oda teleportál az én városomba, és kész. Ennyi. Ne félj, zsivány, nem támadlak meg. Hánisnek elég messze van ez. És ha minden igaz, akkor talán a szaraniták ezekkel a rodokokkal és összetűzésben vannak, és akkor nem mernek idejönni. Ez az. Akkor most vannak háborúban. Ez így most nagyon prő, akkor jó. Na, akkor fogadót meglátogatjuk, és mi a boxolni kell itt, vagy mi az? De nem tudok én így, hát verekedek, vagy mi az? Nekik mi van fegyverük? Hát mi nem hoztam be a városba fegyvert, tényleg, most olyan hülyeség. Zero pontnyi sebzés, mi az? Add ide a fegyvered. Adja, adjad már. Adja. Na, adjad már ide. Meghalsz, vagy meghalsz, mert kell a fegyvered. Köcsög. A saját városomba se tudok bemenni, úgyhogy Jó. Hol van? Na. Mi a szar? Kézbe vesz, na, jött kézbe. Nem veszi kézbe. Nem igaz, nem tudod elvenni, hát behalok. Ez hülyeség. Jó, Istenem. Ezek hülyék. Ügyesség. Lovaglás, fel tudom rakni a lovamat, De most gondolom azért beengedtek, ugye? Na, irány a piac. És először felszerelés. Mi a neve ennek? Makacs harci mén. Gyorsan eladom a lovamat. Ezt a vőrbehátú hátas lovat. És benézek a fogadóba. Zsoldos lovas. Most miért nem tudok többet felbérelni? Hát nincs pénzem, jó? Na és akkor most keressünk egy szaranida izét, falvat. Jó, ha néhány katona készen áll a fejlődésre, de nincs elegendő pénz. 40 dénár, na jó. Akkor
muszáj lesz kifosztani egy Saranida falut. Remélem a Rodok királyság most valamit fog tenni itt a emberkék ellen. Segítenek, Nano. Hogy nem tudják elfoglalni, egy védő nincs benne. Tiszta szégyen, komolyan. Mondjuk amíg ott ostrom van, addig én ott be tudok menni az egyik faluhoz. Elvette tőlem. Akkor megdög lesz. Capisco. Most remélem, hogy oszlanak valamerre. Jaj, ha egyet elkapnék. Nem köszönné meg. Egy Saranida nemest, vagy emír, vagy mi az. ...178! Azt szépen beraktátok, memeluk meg minden. Tudtok ti valamit, hé? Nord királyság békét kötöttek. Na jó. Amaske falu. Jaj, ne jöjjön senki. Ne jöjjön senki. Mondjuk, ha jön is annyi, csak na sokan. Jó van. 70-es, azaz semmi. Megdög lesz, keci! Ennyit rólad. Sőt, még világosság is van, az nekem kedvez. Milyen szerencsétlen. Csomó falusi paraszt. Azt sem néztem, hányan vagytok, de annak fele falusi. Ennyi. Egy. Kettő. Három. Na, itt ezeket a ziászokat nagyon meg kéne ölni. Ez mi? Memeluk? Ne cseszél meg. Mi a szart keres itt egy memeluk? Ne engem! Emír. Az emír volt. Tényleg? Most viccesz. Jaj, milyen gyorsan legyezi. Kétszer ledöfnek a lóról, ami valahogy megmozdítsa azt a kardot. Na! Ne göljél már meg, azért. Na. Jó. Jaj, ezt ott hagytam. Azt ott felejtettem, bocsi. Jó. Jó, még egy szintet léptem, hát ez egy gyorsan fog menni. Most 30 napig háborúban leszek. Jó, memeluk, elesett. Minden egy elesett memelukkal nő az esélye annak, hogy nyerek. És hát nyertem is. Igaz, hogy 30 vagy nem tudom hány katonát öltem meg, de 36-ot. 53 egységed áll, 93 egységgel szemben, és abból ugyancsak fele paraszt. Tehát nem jelent gondot, ha egy íjászer is esett, ami nem paraszt. Nehogy elmenj egy lóva. Földműves. Hát igen, hát most szépen kell megnevezni őket, nem paraszt, hanem földműves, nem tudom, mit segít ez a helyzetükön. Na, annyi vagy. Na, azt az íjászt, én most, nem is íjász, ez mi? Meghalt. Hát én csak elüttem, hát nem mindegy, na jó. Milyen strapabíró katonái vannak akkor. Hogy nem hal meg, azért. Ó, mi van itt?
öröm itt lenni. Itt lehet kaszálni, gyerekek. Ott egy memeluk. Azt, hogy jó lenne, ha valahogy leszedném. Túl nagy a kard, bele van akadva. Mi van itt? Az a... Emeluk ott nagyon idegesít. Jó. Elesett a Emeluk. Memelukocska elesett. Miért? Beállt a izébe? Ja, megint nyertünk, jó. Na. 53-61 ellen. Mennyivel is kezdtem? 59-e? Ó, pár meghalt. Aj, itt még egy memeluk, még egy memeluk. Aj, még egy memeluk. Most aztán bekeményített a memelukokkal. Jó, egy meghalt. Gyere ide, paraszkám. Jó, az is meghalt. Te nem elő kocskát! Az paraszt volt, de mindegy. Az is paraszt volt, de nem halt meg. Eltörött a pajzsa. Nehogy meghajna, nehogy meghajna! Fél órát kell ütni, hogy valahogy megad magad. Hát ember, mennyi életed van? Azért. Igen, neki futásból kell ölni, mondom. Neki kell futni az áldozatnak, és akkor egyben meghal. Dögölj már meg! Na azért. Még azért is jó a memelukok, mert jó sok tapasztalati pontot adnak. Könnyen lehet fejlődni. Na, hol van még? Hol van? Ott egy paraszt. Nem, két paraszt, bocsánat. Jaj, mennyi memeluk. Végül is nem baj, mert hogyha itt kiesnek a memelukok, akkor a következő körben nem lesznek. Jó, az is megvan. Na, még mindig van. Memeluk kell legyen, ami itt van. Sokat nem bírhatja. Nem, földműves, ilyen sokat bírta. Na, várjál, itt még meg kell próbálni valamit. Na. Nem lehet. Ó, beká. Na és akkor 53 egység, 32 egység ellen. Már is megyünk. Beszélök a temekbe. Mi van itt? Mi van itt? Mi a falnak futtok? Hát, parasztasszony. Itt a parasztasszony. Hol a parasztasszony? Ott is egy memeluk. Mi a... Vagy megdöglesz, vagy megdöglesz, most már tényleg. Na, meghaltam, emeluk. Nem is azt hittem, de mindegy. Itt is van egy, itt is van egy, itt is van egy. Megdöglesz. Megdöglesz. Az szépen kiteleportált onnan. Amilyen beragadtam ide. Nézzék, a lovakkal ragadnak be oda, Istenem. Jó, memeluk meghalt. Kergit dárdás. Itt csak ütem a nesseimbe, aztán... Egy újoncom meghalt. Ekkora tragédia. Nem lesz, aki fejlődjön. Na! Dögöljé már. Ez mi az, előcsatározó? Lehet az volt, nem, veterán gyalogos. Ott is van egy, ne engedd el, ne engedd el. No, hát nem ére. Jó. A lovas. Jó.
Jó, jászmester meghalt. Ez újonc, gondolom. Újonc. Gyalogos, nem újonc. Ennyire ismerem én a üzéket, csapatokat, vagy egységeket, vagy mik azok. Dögölj már, meg te hülye szar, na azért. Na gyerekek, ez is megvan. Jaj, még mindig van. Négy emberi, és fogadjuk abból három paraszt. Ó, Istenem, hogy van ennyi eszük? Hát azok ugye el kéne fussanak. Nem, abból egy sem paraszt. Újonc. Hát, nagyon kitartó újoncok. Ott is egy újonc, na még egy újoncot valahogy. Jó, megnyertük. Valakit ejtsünk fogjul. Mesterlövészt. Felfogadom. Yes. Profi. Na, mennyi pénzem van? Semennyi. Milyen katona készen el a fejlődésre? Jó, egyszer itt kifosztom ezt. Na. Most. Jó. Ez az. Csupa jó dolog. Ebből katonaságot lehet toborozni. Csirkeus, nem tudom, mi vettem el, de mindegy, nem az a lényeg. Szándéka fontos. Még mindig van helyem, de azokat nem veszem el. Max a szőlőt még elveszem. Hús úgyis elromlik. Ez. Jaj, eladom. Mindegy. Jó. Jó, és akkor most keressünk egy várost, ott is van. Taktikát kell váltanom. És egy nagy város kell célba vennem. Ami nem itt középen lesz majd. És szerintem itt a fővárost fogom. Ez a Sarius. És akkor kapok már is 1, 2, 3, azt hiszem, hogy 4 falut, vagy mi az. Na, irány a piac, lókupacsal beszéljünk. Talpra esett csata ló, 170 az enyém, 165, hát az enyém sokkal jobb, bocs. Jaj, ezt nem kellettem eladnom. 1300. Olivát már meg is ették szinte. Hát most látom, hogy milyen gyenge zsákmány. Most egy lókupec egyből ide adja az árát. Mondjuk kaját azt kaptunk dögibe. Szárított hús. Sitkeus kell nézni, mert azt hiszem, hogy elrothat közbe. Akkor ugye ez nem jó. Na, gyümölcs, sajt, füstölt gyümölcs, káposzta, mik ezek, kecskék vagy mi? És szöllő. Na, menjünk a fogadóba. Utazó, váltságdíj, alkusz. Zsoldos lovasság. Yes. Na. Akkor van... Nem. Mit akartam? Felszerelés, kezelés. Azt hiszem, hogy raktam. Fosztogatás. Védelemfutás, kereskedelem, fogolytartás. Személyiség. És íjak. Nem lehet akkor valamire, mindegy mire, csak rakjam. Na. És akkor... 92 emberes sereg. Még kifosztom azt a mazdighot. Keressek jó kis pénzecskét.
Lehet, hogy kéne mondjuk csináljam, hogy három várat elfoglalni, ezt, nem tudom mit, és ott a legszélsőt, azt a vajjek, nem tudom, baszki, ó, Istenem, 170 katona. Na tessék. 217 katona. Mondjuk az falusi, mondjuk abból 50, 150 katona, jajaj. Muszáj lesz itt valamit csinálni, mert hanem fogjuk leállítani, ez pedig nem jó. Valamint produkálni kell. Hogy szépen magyarul mondjam. És itt hány istenek lovas egységei, kis gyalogos egységek. Két pontnyi sebzés. Négy pontnyi sebzés. Nem sebzek, nem érem el őket. De úgy látom, hogy ott van... Sok memeluk van, hé. Na, kettőt már le is vágtam. Igaz, nem memeluk ott, de akkor is. Ott azt a memelukot, vagy... Mi ez? Az a baj, itt a lovasaim bevaggolnak a fákhoz. Na, én kell nekiállni itt a memelukoknak, mert másképp ez így nagyon nem működik. Na, itt nekifutásból kell, ahogy csináltuk az előbb. Még itt vízben nagyon nem futunk, de... Na, miért te? Lovasram sebzés előtt. Ez az, nem eluk esett el, ugye? Ijász esett el, ó. Gavana, Emir. Guanava, nem Gavana. Bocsánat. Ez is Emir. Hát, az hogy esett el földműves, hogyha nem is volt itt földműves? Emir, megint egy Emir. És egy memeluk is bónuszba. És még egy memeluk bónuszba. Né. Hát szedjed el magad. Na, még egy memeluk bónuszba. Jaj, ott a lovasaimmal mi van, kell segítenem nekik. Nem kéne minden egységemet elveszítjem, sem. Elveszítjem, az is magyarul volt. Még jó, hogy felraktam azt a nehéz lovat. A csatakancát. Mi van itt? Egy memelúk, azaz. Na. Amúgy én mindjárt meghalok. Csak ilyen mellékes most. Zsoldos lovas elesett a memeluktól. Jajaj. Ide gyere, Nemette, nagyon szeret itt a bandázatot. Ez nagyon nem izé, vicces.
Na, megmentettem egy lovast. Jó. Megmenekült a lovasom. Ijajjáó, ez is meghalt. Yes, megnyert. 41 esettel összesen, nálam pedig 6. 3 megfutamodott. Csupa lovas. Na, 53-176 ellen. Az szép lesz. Mondjuk már 40-et kiestettünk, úgyhogy megvan még a remény, de nekem életem nagyon nincs, úgyhogy most úgy érzem, hogy meg fogok halni. De remélem, hogy csalnak az érzéseim. Milyen érdekes, a hidon megy az egész, nem hogy itt átmenne. Jó, egy kicsit lelassul és akkor. Valami nagyon erős egykezes fegyvert kéne vegyek. Ott egy. Memeluk! Azaz, te, milyen szép ütés. Ilyet még a movie-kba se látsz. Jaj, mennyi, mennyi. Ha csak a lovasok nem szorulnának oda be. Jó. Hát most azt... Jaj, nem jönök, jó van. Megijedtem, hogy ez esette. Valamit csináljunk azokkal a memelukokkal, na idegesítenek most már nagyon. Miért nem tudok én memelukot felfogadni? Ez az, 18-as szintre léptem. Minimális segítséget mondjuk elvártam volna, hogy hogyha már szintet lépek, akkor az életem feltelik, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De egy ilyen szorult helyzetben jól jött volna, az biztos. Jajaj, jajaj, mennyi memeluk. Magányos harcost elvágtam. Kegit dardás elesett. Hát Kályán fej, ha elesett. Mi van itt? Jaj, mi van itt? Jaj, mi van itt? Ez az. Ott egy memeluk. Ott is egy memeluk. Majd nem csak én ölök memelukot, úgy látom. Azaz, te még egy memeluk. Hát nagyon prő, nagyon prő. Na, gondolom ez már az utolsó. Na, még egy memeluk meghalt. Hát, hogy lehetek ilyen prő most komolyan? Azaz, még egy memeluk. Szarint, de előcsatározó. Most már nem is a memelukoktól kell félni, hanem az előcsatározóktól. Most komolyan, végén már parasztok fognak itt megölni minket. Vágjad le azt a memelukot, na mit csinál? Jaj, mindent én kell csinálják, Istenem. Adszak le! Milyen paraszt? Na, megint győztünk. Győzött a jobbik, 37. Most csak kettőt veszettem, 51-139 ellen. Na, lássuk.
Jaj, ha akkor memelukok ne lennének, most nem is veszettem el sok életet, gondolom én, de biztos, hogy nem fogom itt halál nélkül megúszni. Na, menjek én is a hidon. Engedjél a hidra, engedjél a hidra. Nézzék, be van a galém ember, jó. Most már igazán elég lenne itt a memelukozásból. Ott megint van egy memeluk, hát behalok, esküszöm. Ezt a memelukot levágom. Azaz, vágjad! Na, mi van itt? Jó. Ijasz. Na. Hol szenvednek a memelukkal? Na várjál, azt most megölöm, hogy ez a hülye lovas tudjon eljönni onnan. Na, nem hova meg. Ennek olyan nem ír képe van, valamiért nem tudom. Ha, tévedtem. Na jót. Közösen volt az emírhez. Jó. Na, ott mi van? Ott van egy... Ijász. Jó. Ijász mester, nem is akárki. Ott van egy memeluk. Nem akar meghalni memeluk. Na, várjál. Ilyen makas memeluk vagy te? Na jó, hát akkor menjünk Ijászra, hát végül is mindegy. 23 pontnyi sebzés. Onnan hamarabb hal meg. Most már csak arra nem értem rá, hogy itt a, ezek az erősítések hogy vannak, hogy időre, vagy... vagy hogy mennyi katona hal meg. Nem értem, mindegy. Még szerencsém van, mert hogyha memelukok nem itt kaptak volna, akkor itt lett volna bajom, így is elég bajom van velük. És hát, hogyha még lóval jöttek volna, az egy nagyon epik faj lett volna. Na, végre, na valakit én is meg tudok ölni. Na, végre. Ó, az a memeluk, mert nem szeretném, hogyha újabb egységeimet ölné meg. Vagy engem. Nem akar meghalni. Meghalt a memeluk, jó van? Akkor most már nincsen baj. Azt most már öl már meg. Komolyan nem tud megölni. Még én sem tudom. Ez az. Yes. Most se veszettem sokat, ha minden igaz. Egyet sem. Viszont 33-at? Vagyis hát ők. És most már lejöttem fele arányra. 200... nem tudom hányról 100, úgyhogy már jó. És még nem haltam meg. Tehát az is... dicséretre méltó. És ami annál is jobb. Most már kisebb az esélye, hogy memelukok jönnek. Most már ilyen másod, harmadosztályú csapatok jönnek, vagy parasztok. De parasztok majd csak a végén szerintem. Mondjuk itt már több a szar csapat, mint a jó csapat. Igen, hát most már nem elők egyáltalán nincs, úgy láttam. Hát az előbb nem vesztettem, akkor itt sem fogok veszteni egységet. Ja, jó. Ja. Na, mi van itt? Na, mit láncol ez a ló itt most nekem? Tyú!
Lovam sérül, csak sérül. Jaj, hülye ez a, ez egy kétkezes fegyverem is komolyan. 27 pont, sebzés. Boom! Boom! És pont nem akart megadni magát, de... Boom! Hoppá, az félreszökött. Van egy csomó jó íjásza... Hát most már nem, de az elején volt egy csomó jó íjásza itt a gépnek. Hát én biztos jobban használtam volna. Lehet parancsokat is kiadni, gondolom ezt már. Osz, hé! Double kill! Mit szólsz? Kettőt egy csapásra. Na, hát vannak ilyen parancsok. Tudom utasítani az emberkéket. Valahogy így, hogy... F2. Utánam. Csak akkor itt most mindenki belém bugzódik. Na. Hát jó, mondjuk most már mindegy. De hát lehet egy alakzatot váltani, még mindent. Újabb 32... csapat. Na roham elrendelése. Szinte 200 paraszt volt itt. Azt hiszem, hogy 71 egységgel jött az ellenfél. És abból hát... egy olyan 30 biztos memelük volt, mert sokat kellett ott megölni. Vaj, ott szököm a... vizét. Ha nem mond. Megint memeluk, vagy mi? Ne hozzal a kezeddel, másik... úgy, na. Így már lehet ölni. De mégsem. Ez hosszú rész lesz, gyerekek, de ezután abba hagyom. Na, nem tudom elkapni. Most ez a rész azzal ment el, hogy csatáztam, de... nem bánom, mondjuk. XP szerzés, pénzszerzés, tapasztalat szerzés, amelyik az XP az tapasztalat, de mindegy. És hát elég jó, így, mert akkor ilyen mozgalmas rész. Mozgalmas, meg izgalmas, meg minden. Ne, így jászka. Hát megváglak te. Nézzék, nem adja még magad. Azért. Azért. Ma igazán megadhatnátok magatokat. Ami azt illeti. Én a helyetekben nem szeretnék izét egységet veszteni. A nagy semmi. Az elmúlt 3 körben veszteségem sem volt, ha minden igaz. Na, nézd meg, bevág elém, ember! Nem tudtok elintézni egy sima íjászt. Hát akkor mit akartok? Milyen várvédők lennétek? Ah, gondoltam, fejszökök rá. Na! 29. Akkor 42. Most már emberfelényben is vagyunk. És akkor most kifosztom gyorsan ezt a falut, bemegyek a halmárba, és akkor mentek. Előbb terveztem a mentést, de most tényleg hosszú lett, ez egy órás rész. Szerintem simán megvan, mondjuk időérzékem az zéro. Lehet, hogy még sincs. Nagyon remélem, hogy nincs azért egy órás. Na, nézzük, beleakadott előbb emberek. Ez megadta magát. Mint a bigászkével. Köszönöm meg, hogy segítettem. Bírom ezt a lovaglós ülést. Kár, hogy nincsenek ilyen játékok. Még megjelent most Androidra ez a játék, Quantum Blade. Igaz, hogy Nvidia Tegra 4 készülékekre, amely hát elég borsos ára van, illetve Nvidia, vagy Nvidia, igen, Nvidia Shield, ami
egy ilyen Android típusú, ilyen hordozható játék konzolszerű. Hát úgy kell kezdeni, hogy egy PSP, csak annyi, hogy Android van rajta, és ugyanúgy Android marketről, vagy minden, csak játék konzolnak van nyilván tartva, és úgy néz ki, hogy van egy ilyen kontrollerszerű akármi, és abból van egy ilyen kis képernyő, és elég jól meg van csinálva, eléggé kezelhető, csak annak is ára van, $200, ha jól tudom. Na, még 13 egység, ezt amúgy intézzük. Átszikom a létrát, átszikom a létrát. Azad átszikom a létrát. Most beleszökök a vízbe. Így, le is vágtam felét. Nem, már nem tud szökni. Egy parasztasszonyka. És mi ad, most hozzam? Azt hittem, most hozzam emelőkokat. Zsoldos lovasság keze által esnek itt a mizék. Mindenki esik, azt tudom, kitütök, de ütök. Már legyen vége valahogy. Nem mintha unnám, csak... Mondjuk ezt nem lehet unni. Na, dögöljé még. Minden igaz, szintet is léptem. Na. Új ellenség érkezett. 13-at egyszerűen nem tudtam volna ledobni, vagy mi van? Ja, hát 10-et dobott le, jó? Na, nézzek felfelé távol, akkor gámbér. Kővel! Hát nagyon szégyeld el magad. Kész? Yes, nyertünk! Na! 200 csapatot, vagy izé, egységet. Simán kiiktattunk. Támadjuk tovább. És reménykedünk, hogy nem jönnek újabb ellenségek. Ne na! Jaj! Bakker man! Ott király jött, hé! Na! Most mit tudjak innen kidobni? Ezt kidobjuk. 29, 48, 48, 50, 40. Egy napos szőlő. Egy napos csirkehús. Ezt nem nagyon eszik. Sajt. Na! Ajaj, itt én most nagyon gyorsan el kell húzzak. Hol már van? 2,9? 5,2? Jaj, be jó! Jaj, be jó! Na! Megmenekültünk. Most csak el kell adnom itt a dolgokat, és meg is vagyunk. Irány piac, Kalmár. Mennyi van? 1600. Belefér. Lókupac. Fűszer. És ennyi. Páncél. 900. 53. Szétvert lemez páncél. Na, mi van itt? Na! Ó, Istenem! Error kód! Nem látok az error kódtól! Mi folyik itt? Mennyi van? 940. Ó, Istenem, milyen szegények vagytok. Na, nézek akkor valami jó kis... Páncélt 53 9000 é. Ennyi pénzem sose lesz. Kesztyűt az úgy sincs. Páncél kesztyű 1300 é. Jó. Akkor ez most egy ilyen csere. 19 zénáré, megveszünk egy kesztyűt. Fogadó. Szokás szerint nem is nincs, viszont zsoldos lovas van.
Jó. És akkor itt vége is van ennek a hosszú résznek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk majd a következő részben is. Sziasztok!